Schwab zene, tánc, jó hangulat. Ismét Schwab délután szervezett a Dunamenti Schwabok Taksonyi Baráti Köre. 2022. július 29-én várták a Schwab zenét szerető embereket a helyi művelődési házba. A tánc hagyományaink őrzése címet viselő programnak több érdekessége is volt. A délután folyamán kézműves foglalkozás várta a gyerekeket, mindeközben Schwab zene szólt a szomszédos teremben. A másik különlegessége volt egy előadás, melyben fiatal zenészek mutatkoztak be. Egy új zenekart ismerhettünk meg, az új zenekarnak a vezetője, Kleinheisel Balázs, aki a táborunkban is részt vett, táncolt is, és a zenekarával a Schwab délután megnyitotta. A zenekar, ifjúsági zenekar, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem őket, hiszen a 16 éves korosztálytól körülbelül a 21 éves korosztályig vannak zenészek, Soroksárról, Dunaharasztiról és Taksonyból természetesen. Meglepetés volt mindenkinek, hogy egy Donaumusikanten zenekar fellép a rendezvényünkön, akikről még nem hallottunk. Nagyon nagy élmény volt, hiszen rettenetesen ügyesek. Eredetileg Kleinheisel Balázs tagunknak volt ez az ötlete, és egyébként mindannyian ilyen Schwab leszármazottak vagyunk, úgyhogy nekem is van nagymamám, az Schwab volt, tehát így igazából megmaradt a hagyomány, és ezt folytattuk. Jelenleg vállalunk csomó ilyen fellépést, amiben csak így bejövünk és játszunk egy fél órát vagy egy órát, és ezzel népszerűsítjük magunkat, és most már egyébként jól is megy a dolog, mert már hívtak minket máshova is zenélni, úgyhogy egyelőre főként szintén a Texas Petsen zenekarral együtt szoktunk, ők szokták hagyni, hogy például előzenekarként szerepeljünk. Jövőbeni terveitek az mi? A jövőbeli tervünk nyilvánvalóan, hogy egy nagyobb zenekar legyünk, és tényleg hetente fellépéseink legyenek, vagyis legalább sokat tudjunk zenélni, ennyi a fő célunk. Az este folyamán természetesen a Texas Patsen nevű zenekar is fellépett, akik a program további részében biztosították a jó hangulatot. A Texas Patsen zenekar zenélt, akik mindig is zenélnek a mi rendezvényeinken, hiszen ők már gyermekkoruktól tulajdonképpen részt vesznek a Dunamenti Schwabok Taksonyi Baráti Körének életében. Első pillanattól kezdve velünk zenéltek a Solymosi Dávid és Attila. Utána, amikor a zenekaruk megalakult, mi nagyon-nagyon szeretjük őket, nagyon ragaszkodunk hozzájuk, tehát továbbiakban is ők azok, akik velünk, nekünk vagy számunkra, vagy az emberek számára biztosítják a jó hangulatot. Nagyon sokan voltunk, sok gyerek maradt ott, sok felnőtt vett részt, hát 10 órakor nehéz volt bezárni az ajtókat, és azt mondani, hogy most már végeztünk. Nagyon jó hangulat volt, nagyon jól éreztük magunkat.